Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy velünk kezdik ma is a napot. Kerékbárci Szabolcs, a DK elnökségi tagja az első vendégünk, előttünk pedig itt van a napi sajtó, úgyhogy nézzük is gyorsan, hogy mi minden történt a világban. Hát nagyon sok újság címlapján van így a világgazdaságén is az, hogy féket kaphat Paks 2. Ugye, ha az előzetes értesülések pontosak, akkor ma derülhet ki, hogy csúszik vagy nem az atomprojekt a brüsszeli aggályok miatt. Az unió illetékesei állítólag azt kifogásolják, hogy a magyar fél pályáztatás nélkül bízta meg az orosz kivitelezőt a két új blokk építésével. A miniszterelnökség azt mondta tegnap, hogy nem sértette meg Magyarország a közbeszerzési szabályokat, és az valóban tény, hogy Brüsszel már jóvá hagyta azt a magyar-orosz kormányközi megállapodást, amely a Rosszatom megbízását is rögzít. Viszont, hogyha mégis kifogásokkal állnak most elő, akkor két hónapra felfüggeszthetnek először minden beszerzést, akár az is előfordulhat, hogy új tendert kell kiírni a fővállalkozóra. Igen, hát most jutottak el nyilván Brüsszelben a vizsgálatok arra a szakaszra, hogy ezt a levelet megkaphatja a magyar kormány. Ezt a teljes magyar ellenzék demokratikus oldal kifogásolta már a kezdet-kezdetén. Ugye azt láttuk, hogy itt nagyon sok pénzt úgy költ el a magyar kormány, hogy titkosak a feltételek, nem volt valódi közbeszerzés, még az a része sem volt nyilvános a paksi finanszírozásnak, illetve ennek a projektnek, ami nyilvános lehetett volna, tehát nem képes sem üzleti, sem biztonságpolitikai kockázatokat. Ez az egész egy nagy mutyiról szól, Magyarország Oroszországhoz való csatolásáról, ha úgy tetszik. Elérte azt az inger küszöböt is Brüsszelben nyilván, amely most ezt a folyamatot elindítja. Én abban bízom, hogy Brüsszel valóban határozottan fog föllépni ezzel kapcsolatban. Nem vagyunk atomellenesek, szóval nem kell itt nyilván energiaügyekben hangulatot kelteni, de az biztos, hogy ha a magyar kormány a magyar érdekeknek megfelelően járna el, akkor a megújuló energia források kiaknázására, ezen rendszerek kiépítésére helyezni a nagyobb hangsúlyt, és nem pedig súlyos 10 és 100 és 1000 milliárdokat költene el, úgy, hogy eladósítja még jobban Magyarországot a következő 20-30 évre. Csak azt mondja közben Lázár János meg a magyar kormány, hogy hát egyszer Brüsszel már elfogadta a magyar-orosz államközi szerződést, aminek a lényege volt a Rosszatom kiválasztása, ugye pályázat nélkül ebben a szerződésben rögzítve. Tehát akkor most utólag miért jönnek ezzel? És ha jönnek, akkor nem baj, mert Lázár János mondta, hogy papírjuk van róla, hogy ez oké. Meg fogjuk látni, mi van a levélben. Én sem láttam, nyilván nem rendelkezünk információval ezzel a levéllel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy az előzetes terveket hagyta jóvá Brüsszel korábban. Egy nem a legrészletesebb megállapodást látták az Európai Bizottságban. Most viszont az elmúlt hónapokban részletes vizsgálatnak vetették alá ezt a megállapot. De az nem részlet, hogy az orosz-rosszatomot pályáztatás nélkül választották ki, ez az államközi szerződés lényege. Igen, csak most azt mondja nyilván Brüsszel, hogy önmagában, ha maga az a formális szerződés kezdetben nem is volt kifogásolható, maga az eljárás az, hogy itt nem történt egy pályáztatás, és sérül a szabad verseny és a közbeszerzések rendje, európai rendje és értéke tekintetben, akkor most emelte föl ezzel a szavát. Nyilván itt nagyon bonyolult szerződésekről van szó, és rengeteg érdek ütközik ebben a kérdésben. Brüsszelnek szüksége van arra, hogy akár több hónapig vagy egy évig is vizsgálódjon e tekintetben, de várjuk meg a levelet, mielőtt még más részletbe. Minden igaz, sokáig nem kell várnunk, mert ugye úgy szólt az eredetileg a Brooks Info értesülései, ma fogják ezt elküldeni a magyar kormánynak. Nézzük tovább, hogy mi jelent meg a lapokban. Nem meglepő, hogy mindenütt a párizsi eseményekkel foglalkoznak, illetve azzal a hajtóvadászattal, ami tegnap zajlott. Magyar Hírlap arról ír, hogy a La Défense üzleti negyedében terveztek újabb támadást azok a terroristák, akik ellen tegnap hajnalban nagyszabású rendőrségi hajszát indítottak Párizs egyik külvárosában. Aztán
arról is, hogy Európában máshol is elkövethet jól képzett terroristák által kivitelezett merényleteket az iszlám állam, ezt a német belügyminiszter mondta. Azt is, hogy nagy a terrorfenyegetettség, és egyébként az iszlám állam konkrét amerikai városokat is megfenyegetett, sőt hozzáteszem, hogy konkrét amerikai embereket is, elsősorban katonákat. A Magyar Idők címoldaláról pedig azt tudhatjuk meg, hogy ebben a bizonyos hajtóvadászatban tegnap Párizsban Abdelhamid Abaud lehetett a célpont, aki az egyik feltételezett kitervelő, őt egyébként nem találták meg ebben a lakásban, és két radikális iszlamista férfit fogtak el a magyar rendőrök egy Bukarest felé tartó nemzeti közi személyvonaton Lökös házánál. Angliában legalább két alkalommal ítélték el terrorcselekmény finanszírozása miatt ezeket. Ez is rávilágít arra, hogy itt közös nemzetközi fellépésre van szükség, a még hatékonyabb fellépésre van szükség a nemzetközi közösségben. Nem csak európai megoldás, hanem ha úgy tetszik, transatlanti megoldásra van szükség, sőt nyilvánvalóan más távolabbi demokráciák hírszerzéseinek, felderítéseinek is együtt kell ebben a dologban működni. Azt látni kell, hogy ezt a terrorfenyegetettséget Európában vagy az Egyesült Államokban önmagában nem lehet felszámolni. Ezt fel kell számolni olyan formán, hogy összezúzza a nyugati közösség az iszlám államot Szíriában, illetve ott, ahol a kiképzések és a elsődleges tevékenysége közös uniós zajlik. Hadsereg, ez most itt Magyarországon is felrepelt. Igen, erre mi már a Demokratikus Koalíció utalt korábban, több Európára van szükség, több euróatlanti együttműködésre van szükség. Én arra számítok, hogy az amerikai elnök választás után, tehát jövőre kaphat lendületet ez az együttműködés igazából. Sajnos az amerikai elnök választási kampány, amelyik az előválasztás előkészítése során már elindult, érezteti a negatív hatását annyiban, hogy Obama elnök nem fog nagyon sokat kockáztatni. Eddig sem volt túl bátor, ha úgy tetszik, a nemzetközi fellépés tekintetében. Talán egy nagyon tapasztalt és a nemzetközi együttműködés miben létét jól ismerő Hillary Clinton fellépése kell majd ahhoz, hogy itt határozottan csapást mérjen az Egyesült Államok is még jobban az ISIS-re. Levegőből ezt a kérdést nem lehet megoldani, hanem nyilván szárazföldön is fel kell lépni. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Amerikában aztán különösen ugye az elmúlt évek után. Igen, már pedig Amerika volt mindig a bátor e tekintetben. Emlékezzünk a boszniai bombázásra. Pont ezért nagyon nehéz nekik, mert hogy ott most már de ideje. Ott, ha nincsen amerikai fellépés és beavatkozás, akkor az nem oldódik meg az a konfliktus olyan formán, már pedig ott távolabbi volt Amerika érdekeltsége, itt most sokkal közvetlenebb. Bosznia esetében nem volt nemzetközi terrorista vetülete ennek a kérdésnek, nem fenyegették közvetlen Amerikát, itt igen. Tehát én mégis arra számítok az amerikai értékek és érdekek alapján, hogy itt határozottabban fel fognak lépni. És de arra számít, hogy akár magyar katonák fogják taposni Szíria földjét, és ott szárazföldi hadműveletekben részt venni? És hát támogatná, abban, hogyha ez megtörténik? Hát abban az esetben, hogyha lenne egy közös Európai Uniós katonai fellépés, mondjuk hadsereg, amire ön is utalt, vagy amit mi is mondunk, akkor nyilvánvaló ebből Magyarország nem vonhatja ki magát. Tehát mi sem maradhatunk a levegőben. Meg arra is kell számítani, hogy Franciaország kérni fogja a NATO 5-ös cikkeinek az alkalmazását adott esetben. Én felkészülnék a magyar kormány részéről a tekintetben, hogy ezt támogatni lehet. Itt egy NATO szövetségest ért támadás, csapás. Ez lehet a következő lépés, akkor viszont Magyarországnak, mint NATO szövetségesnek is fel kell ebben a dologban lépnie. Mit szól ahhoz, hogy hogyan alakulhat ez a helyzet az orosz relációt és számításba véve? Ugye érdekes, hogy a párizsi terrortámadás után az oroszok egyszer csak elismerték, amit korábban nem, lehet, hogy persze tényleg csak vizsgálták meg addig, hogy az Egyiptom fölött fölrobbantott gép, vagyis az Egyiptom fölött fölrobbant gép az terrortámadás áldozata volt. Igen, hát ez látszik az, hogy elhibázott volt alapvetően az orosz magatartás a Közel-Keleten. Kénytelen Oroszország a nyugati nemzetközi szövetséghez csatlakozni a tekintetben. Szerintem ez
ennek jelei vannak, hogy ez meg fog történni. Ez nem... majd másokat fog bombázni Szíriában, mint eddig? Például, tehát lesz egy koordináció, ami nem egy könnyű dolog, mert ez bizalmat feltételez az oroszok meg a nemzetközi szövetség között. Hírszerzési információk cseréje, közös hadműveleti tervezés és annak végrehajtása. Eddig az oroszok ettől elzárkoztak. Én arra számítok, hogy Oroszország kénytelen lesz a tekintetben kijönni az izolált állapotából, és elfogadni azt, hogy az Egyesült Államok és az európai szövetségesek járnak jó úton a Közel-Keleten. Na, ha már arról beszélünk, hogy ki jár jó úton, arról olvashatunk a Magyar Idők címoldalán, hogy a Facebook kommentelők szerint egyre inkább Orbán Viktor. Az utóbbi hónapokban jelentősen megnőtt a Facebook oldalának a látogatottsága, különösen a külföldiek részéről, és most a párizsi terrorcselekményre reflektáló beszédét nagyon sokan, 450 ezeren nézték meg, és sokan úgy vélekedtek, külföldiek ott az ő oldalán, hogy a kerítés ellenesség vezetett idáig, a kommentelők többsége szerint Európának rá kellene végre ébrednie, hogy Magyarország példáját kell követni, és le kell zárni a határokat. Az európai közvélemény, ahogy a magyar közvélemény is egyébként az Euróbarométer nem régi felmérése szerint, kerítés ellenes. A magyar közvélemény természetesen fél, nem tudom, hogy természetesen-e, de minden esetre fél jogosan adott esetben, hogy az ő biztonsága veszélybe kerül. Orbán Viktor arra játszik rá egy ilyen bezárkózó, köldöknéző politikával, és nem pedig a nyugati és az európai együttműködés alapján, hogy ezt a félelmet hogyan tudja tovább szítani, és hogyan tud versenyt futni adott esetben a Jobbikkal idegenellenesség és nacionalizmus terén. De a magyar emberek szeretnek utazni, a magyar emberek alapvetően szeretik a szabadságot, a Facebook kommentelők azok nem képezik reprezentatív módon a magyar közvélemény, tehát azért ne értsük ezt a dolgot félre. A magyar emberek nem szeretik a kerítést, világosan látszik, hogy a kerítés nem megoldás, most már ugye Románia felé is mindenféle fajta ötletek vannak, hogy hogyan kell lezárni a határokat. Mondjuk ez a hír a Magyar Idők oldalán, azért legyünk igazságosak az, hogy mit szándékoztak üzenni, nem a magyar emberekről szólt, hanem arról, hogy a külföldi emberek, az európai emberek egyre inkább meglátják Orbán Viktorban azt az államférfit, aki megtalálta a megoldást, és azt szeretnék, hogyha máshol is lezárnák hasonló módon a határokat. 500 millió ember van Európai Unióban, és nem tudom hányan kommentelik, én nem szoktam nézni Orbán Viktor oldalát. 450 ezeren nézték, de ez nem reprezentatív felmérés. Nem akarnak az európai emberek, egyébként érdemes lehet önöknek is foglalkozni ezzel az európai közvéleménykutatással, nem akarnak az európai emberek kerítést. Nem tartják jó ötletnek, mert látják, hogy nem működnek a kerítések. Nem működnek a kerítések Kalében, nem működnek a kerítések a magyar szerb határon, nem működnek a kerítések sehol. Az iszlám államot nem fogják megállítani a kerítések és a terrorizmust. Köszönöm, hogy eljött és segített a lapszemlében.